estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a Hírhetet látják június 15-én szerda este 7 órától. Nézzük is legfontosabb híreinket egy-egy mondatban röviden. Szakmai napot és gálát szervezett a Sátoraljaújhelyi Deák úti EGYMI. Első daloló Zemplén új programsorozat indult útjára. Július első hetében napközis hittantábort szervez a Sátoraljaújhelyi görögkatolikus parókia. Sátoraljaújhelyi Deák úti óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő, fejlesztő, nevelést, oktatást végző iskola, kollégium és egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény. Sokan csak egymiként ismerik. Nevében is jól megmutatkozik, milyen összetett feladatot lát el, nem csak a városban, hanem a régióban és olykor határon túli családok megsegítésére. Az itt oktató-nevelő munkát végző pedagógusok és gyerekek közös, eredményes munkáját bemutató szakmai nappal és ünnepi gálaműsorral készültek a családtagok számára. A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ színház termében kettős programmal várta a családokat a Deák úti EGYMI. Egyrészt szakmai nap keretében bemutatkoztak az összetett intézmény különböző részterületei, ezzel együtt pedig a gyerekek az óvodásoktól az iskolásokig színes programot mutattak be a gálán. Az ünnepi köszöntő kapcsán a város vezetője Szamosvölgyi Péter kiemelte, semmivel össze nem hasonlítható munkát végeznek az itt oktató nevelő pedagógusok. Pótolhatatlan űr lenne, ha nem lennének ilyen intézmények az országban, ha nem lenne ilyen intézmény ebben a városban, amely térségi feladatot lát el, hiszen kollégium is, óvoda is és iskola is. És tovább fog fejlődni, ha átadásra kerül a Hajnal utcai épület együttes. Én ezen a napon ezt a munkát, ezt a hivatástudatot, ezt az elszántságot, a napról napra való megújulást köszönöm a pedagógusoknak, köszönöm a szülőknek az együttműködést. Az ünnepség részeként itt köszöntötték azokat a diákokat is, akik elballagnak az intézmény falai közül, valamint a kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyerekeket is jutalmazták. Palic István intézmény vezető már arról beszélt, hogy az iskola a jogelődjeivel már 1946-tól van jelen a városban. Ma több mint 150 tanulója van, és közel 60 pedagógus segíti a gyermekek fejlődését, fejlesztését. Egyszer gondolt egyet a tantestület, és azt mondta, hogy ezek a gyermekek hát nehezen jutnak színpadra. Ha normál iskolába járnának, azt mondom, hogy soha. Mi pedig úgy gondoltuk, hogy megmutatjuk azt, hogy ők mire képesek. Minden gyermeknél megpróbáltuk azt megmutatni, hogy ő miben jó. Az erősségeiket szerettük volna, és akarjuk ezzel kiemelni. És azt hiszem, hogy ez a pedagógusoknak is jó, amikor túl vannak egy gálán, és a szülőknek is, hiszen a saját gyermekeiket, ezeket a különleges gyermekeket színpadon láthatják. Végre ez egy kisebb csodával felér. Ezek mögött, a csodák mögött pedig hosszú és kitartó munka rejlik. Mivel évről évre van olyan szerencsém, hogy a hangosítás részét én csinálhatom a műsornak, ezért nem csak a próbák során, hanem élesben is végignézhetem az összes műsorszámot, és valójában látszik, hogy a kollégáimnak mennyi munkája van abban, hogy nem csak ezt a műsorszámot a színpadra hozzák, hanem napról napra és hétről hétre hogyan haladnak ők a munkájukkal, kőkemény munkával. Bár nagyon sokszor dacolnak, elfáradnak, mire ide kerülünk élesben a színpadra, látszik rajtuk az a mérhetetlen lelkesedés, amivel ők készültek erre. A szakmai nappal egybekötött gálát a végén egy közös produkcióval zárták a gyerekek és pedagógusaik. Sátoraljaújhely város önkormányzata, a Kossuth Lajos Művelődési Központ és Pandák Pál közös szervezésében indult el hagyományteremtő jelleggel az első daloló Zemplén Hegyköz Bodrog köznéptalosainak találkozója. A Latabár Színházban több kórus összegyűlt, köztük az idősebb generáció is, de voltak diákok, akik megmutatták, hogy bizony ők is őrzik a hagyományát a néptaloknak. A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ adott otthont az első daloló Zemplén népdaléneklési találkozónak. Erre az eseményre Hegyköz és Bodrog köznépdalos kórusait várták, így összesen 16 csoport gyűlt össze a Latabár Színházban.
A találkozó Sátoraljaújhely város önkormányzata, a Kossuth Lajos Művelődési Központ és Pandák Pál közös szervezésében jöhetett létre. Pandák Pál köszöntő beszédében kiemelte, hogy napjainkban sajnálatos módon felejtésbe merült a népdal, de ezen nem csak az ilyen találkozók, hanem mi magunk is tudunk segíteni. Felkérem Önöket, hogy ezen a süllyedőbe lévő dolgon segítsünk, akarjunk segíteni, és ha lehet, akkor gyerekeinket, unokáinkat próbáljuk arra bírni, hogy bizony-bizony egy településen, egy kiemelkedő egyházi vagy állami ünnep ne múljon el nemzetiségi viselet nélkül, vagy egyszerűen a magyar, bodrogközi, hegyközi viseletek nélkül, és ne múljon el olyan énekek nélkül, dalok nélkül, amelyek éppen egyházi, vagy olyan történelmi énekek, amelyeket nagyon szívesen az adott időbe és pillanatba, tehát felemelővé teszik azt az összejövetelt. A kórusok hegyköz és bodrog köz több településeiről érkeztek, így fiataloktól kezdve az idősebb korosztályig mindenki helyet kapott a színpadon. A telkibányai férfi dalárda összeállítása alatt a közönség is nagyon jól mulatott. 2006-ban igazából egy baráti körként alakult. Jött egy igény többek részéről, hogy jó lenne együtt énekelni. Tehát összejárogattak, egy kis borozgatás, ahogy férfi kórusnál ez így lenni szokott, és akkor egy közös éneklés. És aztán találtak maguknak egy művészeti vezetőt, aki ezt az elődömet, aki ezt így kicsit professzionálisabb irányba vitte tovább. Ma este egy kékedi dalcsokrot fogunk előadni, valamint egy, hát hozzánk méltóan egy boros dalcsokrot, valamint egy kis meglepetéssel készülünk még. Az estére Felvidékről is érkeztek. A csoportunk 1981-ben alakult, tehát már 41 éves a csoportunk. 16 személlyel alakult, de sajnos a betegség miatt, illetve elhalálozás miatt sajnos kevesebben vagyunk, de jelenleg is fiatalok jöttek hozzánk, aminek nagyon örülünk, és feltöltöttünk, úgyhogy megint vagyunk 14-en nagy örömünkre. A népdal éneklési találkozót hagyományteremtő jelleggel szervezték meg, így mindenképp szeretnék a következő években is, ha találkozhatnának a kórusok. Mohai Gábor, Kazinci díjas előadó művész, műsorvezető és Sípos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője volt a vendége annak a közönség találkozónak és könyvbemutatónak, amely az újhelyi könyvünnep keretében várta az érdeklődőket. A szakmai pályafutás, a legnagyobb kihívások, a legszebb élmények, a két könyv megszületésének körülményeiről is mesélt az író és riportalanyai. Sátoraljaújhelyi kötődésűek, nem mellesleg unokatestvérek, saját szakterületükön elismertek és ismertek országszerte. Mohai Gábor, Kazinci díjas előadó művész, műsorvezető, elsősorban hangjában lehet ismerős több generáció számára. Sipos Jenő pedig korábban a Vám és Pénzügyőrség, majd a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivőjeként vált közismerté. Többek között ők is vallanak munkásságukról azokban a könyvekben, amelyeket most megismerhetett az érdeklődő közönség. Én elképesztő sokat tanultam tőlük, nagyon sokat tanultam az írás folyamata közben, a személyes találkozások alkalmával, és hát persze a roadshow-kon folyamatosan. Tehát én azt gondolom, hogy azt a fajta elkötelezettséget, hitet, munkaszeretetet, lelkesedést, exhibicionizmusnak, azt a fajta jó értelembe vett minden jó velejáróját, azt én olyan szinten tudtam tőlük átvenni és megkapni, ami szerintem nagyon-nagyon kevés újságírónak adatik meg, csak akkor, hogyha tényleg ennyit beszélget mondjuk ilyen emberekkel, mint amilyenek ők is. Ahhoz azonban, hogy egy-egy ajtó megnyíljon, a riportalany, aki később akár baráttá is válik, bizalmába kell, hogy fogadja azt, aki jobban meg szeretné ismerni. Ennek elérése a legfontosabb egy-egy történet megszületéséhez. Még nagyon sokan színészek is, meg egyéb közéleti emberek azt szokták mondani, hogy ők olyan jó nekik elmenni, mit tudom én, külföldre, szabadságra, mert akkor ott nem ismeri meg őket senki, és akkor szabadon mehetnek. Hát nem tudom, hogy ebben mi a rossz, hogyha megismernek. Én ezt mindig megtiszteltetésnek veszem, hogy akár mai napig is üzletben, utcán rám szólnak, hogy meghallják a hangomat, és akkor mondják, ugye maga az. Éppen néhány nappal ezelőtt egy
Solymári kis benzinkútnál álltam meg, és akkor fizettem, és a benzinkutas fiatalember meghallotta hangja. Nem is gondoltam volna, hogy ő még erre emlékszik. Bízom benne, hogy olyan információkat osztottam meg a közvéleményen, ami fontos, érdekes volt, és sok embert érdekelt. A másik része pedig az, hogy számomra is egy elismerés, hogy én lehetek az a személy, mondjuk, aki közli ezeket a híreket. Akár így volt ez akár a Vám és Pénzügyőrség idejében is, amikor sokat jártam mondjuk a hegyközben is, az Empleni hegység térségében is, Vám ügyek kapcsán, vagy jövedéki ügyek kapcsán, és így van ez a mai nap. Is a Magyar Labdarúgó Szövetség kapcsán, a magyar válogatott kapcsán, vagy a magyar futball kapcsán is, hogy megtiszteltetés számomra, hogy én közvetíthetem ezeket a híreket. Amikor jó eredmények vannak, akkor természetesen könnyebben megy, az emberek is befogadóbbak ebbe a dologba. Természetesen vannak nehéz napok, nehéz éjszakák is, de ez a kihívás benne van ebbe a szakmában, ebbe a szóvői szakmában. A közönség találkozó és könyvbemutató a Városi Könyvtár szervezésében és a helyi könyvesbolt közreműködésében valósult meg. Július első hetében napközis hittantábort szervez a sátoraljaújhelyi görögkatolikus parókia. Ennek keretében hitéleti és világi programok sokaságával szeretnék a gyerekeket élményekkel gazdagítani, a szülőket pedig tehermentesíteni. Elsősorban 6 és 14 év közötti gyermekeket várnak ebbe a közösségbe. Mióta új parókus áll a sátoraljaújhelyi görögkatolikus gyülekezet élén, azóta a feleségével igyekeznek minél aktívabb közösségi programokat nyújtani a hívek számára, a liturgiákon kívül is. Már több eseményt is szerveztek az elmúlt hónapokban, így ebbe a sorba kiválóan illeszkedik a júliusra tervezett napközis táboruk, ami egyben segítség is, hiszen a szülők számára megterhelő a nyári gyerekfelügyelet megoldása. Szerettünk volna a szülőknek segíteni abban, hogy a kb. 10 hetes nyári szünetet egy héttel mi is támogassuk parokiális szinten. Szerettünk volna a gyerekeknek is kedvezni abban, hogy hittanos jellegű tábort nyújtunk, tehát hogy nem csak különféle más élményt, hanem a hittannal kapcsolatos élményeket is nyújtani a gyerekeknek, és szerettünk volna a parókiánk területén levő gyerekeknek kedvezni azzal, hogy nem csak a liturgiákon találkozzanak, hanem egy nyári egyhetes tábor keretében is, kötetlenül. A tábor célja, hogy egy részről a hit életi is legyen, hisz nagyon fontos a fiatalok számára is a hit megélése, viszont egyéb programokat is szeretnének, mint a Miskolci állatkert meglátogatása, vagy kézműveskedés Vámosújfalun. Mindenképpen szeretnénk keretet adni a találkozóknak. Minden reggel, amikor találkozunk, akkor imával kezdünk, illetve zárjuk a napot. A programjainkban is szeretnénk a hittel kapcsolatos élményeket nyújtani. Például az első nap, amikor megismerkedünk egymással, azt is szeretnénk egy ilyen hittanos jellegű közösségi játékkal színesíteni, illetve kedden szeretnénk elmenni Miskolcra, ahol megtekintjük az állatkertet, és utána pedig a Miskolci Egyházmegyének a központjában a Székesegyházat szeretnénk megtekinteni, amit most újítottak föl, és a gyerekek közül sokan nem is látták még ezt a helyszínt. És szeretnénk pénteken, a záró búcsú napon, szintén hittanos jellegű feladatokkal színesíteni azt a napot. A táborba elsősorban általános iskolásokat várnak, de nagycsoportos óvodások és középiskolások jelentkezésének is örülnek. Nem szükséges az sem, hogy valaki görögkatolikus felekezetű legyen. A táborról többet lehet megtudni a sátoraljaújhelyi parókián, vagy a parókia közösségi média oldalán. Sportnapot rendezett a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc általános iskola. A közös produkciókból a sport és német tagozatos osztályok is aktívan kivették részüket. A diákok elsősorban zenés, mozgásos műsorral mutatták be sportbéli képességeiket. Az is cél volt ezen a délutánon, hogy két év pandémia után a gyerekek számára közösségi programot kínáljon az iskola. Közös produkció és természetesen osztályonként is megmutatták tudásukat a Kazinczy Ferenc általános iskola diákjai annak a sport délutánnak a keretében, amelynek a városi sportcsarnok adott otthont. A pandémia miatt hosszabb időn át kellett a gyerekeknek nélkülözniük a közösségi programokat, így az oktatási intézmény ezzel szeretett volna újra lehetőséget adni a közös munkára és élményszerzésre.
pandémia miatt nem volt lehetőség se bátartani más rendezvényeket, és úgy gondoltuk, hogy most egy kicsit felszabadultunk a járvány alól, és ezért a gyerekek is nagyon igényelték, és a szülők is, hogy legyen valami program, és így gondoltuk arra, hogy megszervezzük ezt a sportnapot, sportünnepét, amelyre meghívtuk a szülőket, és hát rengetegen jöttek. Szinte többször kellett jegyet nyomnunk, mert több mint 400-an voltak a szülők. Nem csak a sportiskolai osztályok vettek részt, hanem a német nemzetiségi osztályok is nagyon szívesen becsatlakoztak, és így az iskola összes tanulója, aki jelen volt, az fellépett és részt vett a műsoron. A diákok több héten át készültek arra, hogy a színes program keretében szüleik számára is bemutassák, mennyit fejlődtek mozgásban, csapatjátékban. Az elmúlt két évben nemhogy foglalkozásokkal, vagy sportfoglalkozásokkal nem nagyon jártak, vagy testnevelés órát sem tartottak ugye a Covid időszak alatt, de hát azt vettük észre, hogy a gyerekek el is szoktak a mozgástól, el szoktak az edzéslátogatástól, és nagyon nehezen indult be, nagyon nehezen lehetett őket visszaszoktatni a rendes kerékvágásba. Ezért gondoltuk azt, hogy hát próbáljunk meg egy szélesebb körű mozgást bevezetni, meg hát korábban voltak mindig tornaünnepélyek, és a szülőkkel való kapcsolat is megszakadt itt a Covid alatt, illetve hát korlátozott főleg digitálisra. De hát az mégsem olyan, mint amikor valaki ott van és személyesen látja a gyereknek a fejlődését, mozgását. Az elkövetkezendő tanévben a sporttagozatos osztályoknak több lehetőséget szeretne az iskola teremteni arra, hogy közönség előtt is bemutatkozhassanak. Hírműsorunk végén nézzük legfontosabb híreinket ismét egy-egy mondatban röviden. Szakmai napot és gálát szervezett a sátoraljaújhelyi Deák úti egymi. Első daloló Zemplén új programsorozat indult útjára. Július első hetében napközis hittantábor szervez a sátoraljaújhelyi görögkatolikus parókia. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap a megszokott időben ismét jövünk a legfontosabb hírekkel, viszontlátásra!